Német nemzetiségi baranyai zenekarok és pécsi tánccsoport lépett fel az advent második hétvégén a kiváló akusztikájú Pécsi Kodály Központban. A Hímesházi Harmonika Zenekar, a Hímesházi Általános Iskola és amiben korábban is jelenleg is tanuló diákokból áll, akik Székely-Szabarból, Hímesházáról és Véménről valók. 8-an játszunk együtt harmonikások, és van egy énekesnőnk, szintén Hímesházáról, mint ugye harmonikások vagyunk. Én tanítottam őket az általános iskolában, és hát közülük többen is most még jelenleg is a tanítványaim. Az iskolában nagyon nagy szerepet játszik a német hagyományok ápolása, mivel mi a német nemzetiségi iskola vagyunk, úgyhogy több területen is ez visszaköszön, és hát a zenében is megpróbáljuk ezeket a hagyományokat ápolni, és a gyerekekkel is kiemelt szerepet kap a különböző sváb népdalok fúvószenekari átiratok eljátszása. Ma este játszunk egy szép keringőt is, egy valcert, így mondjuk, és ez mellett pedig kis karácsonyi hangulatot fogunk teremteni. Német karácsonyi dalokból fog elhangzani kettő, és egy karácsonyi egyveleget fogunk még eljátszani, ami angol, francia és német karácsonyi dalok egyvelege lesz. Idén 82 éves a fúvósokból álló Ritter zenekar. Annak idején Ritter János édesapja alapította a zenekart még 1940-ben. Nagyárpádi muzsikusok alkották a tagokat, azonban ők lassan kiöregedtek, és a családi utánpótlás pedig felnőtt. Bátyám 67-ben, én 72-ben, utána bátyám két fia, az én fiam, lányom, most már a bátyám unokája, tehát mindig három generáció játszott együtt bálokba is, lakodalmakba is, és hát erre nagyon büszke volt édesapám. Nagyon sok magyar lakodalmat játszottunk, ahol, tehát ott egyáltalán nem is kellett sváb zene, ilyent is csináltunk, de régi, hagyományos sváb zenét is ugyanúgy játszok. Most jelenleg itt 12-en vagyunk, itt van a bátyám, a bátyámnak a kisebbik fia, mert a nagyobbik 10 éve kint van Németországban, ott él ma, az én fiam, lányom, úgyhogy vagyunk egy páran Ritterek, a többi tag meg az Érzbányász koncertfúvó zenekarból, mert mi ott játszunk mindnyáján. Hármat játszunk tulajdonképpen, mert ennyi időt kaptunk csak. Lesz egy induló, meg két polka. Kressz Antal a feleségével együtt énekel, amióta ismerik egymást, és azóta egy párt alkotnak a magánéletben is. Így jött létre a Kresztó Duo. Immár 11 éve együtt lép fel a színpadon a Babarci páros. 5 évvel ezelőtt ugyanúgy itt voltak ezen az adventi koncerten. Nagyon örülnek a fellépési lehetőségnek. Gyakorlatilag két szólalban énekelünk a feleségemmel is ezeket a dalokat, főként magyarországi német népdalokat kísérek én harmonikával. Ma két nagyon régi karácsonyi dalt hoztunk, mind a kettő német dal természetesen. Az egyik az a 15. századból származó dallamra épült, ez a Maria Dur in Dorwald ging. Ez egy nagyon régi dal is, egyre több német énekes ezt kezdte újból feldolgozni. A másik pedig egy klasszikus Leise Riesel Dersné, ami szintén egy német eredetű, a 18.-19. századból eredő dal, úgyhogy egészen régi dalokat hoztunk, bár mégis mindenki ismeri. Korábban énekeltünk, illetve hogyha van rá igény, akkor két nyelven, magyarul, németül szoktunk operett darabokat is énekelni, de leginkább a fő profilunk az a magyarországi német népdalok ápolása, őrzése, gyűjtése és ezeknek a bemutatása a színpadon. Stille Nacht, Heilige Nacht elnevezésű karácsonyi koncertet Heil Helmut álmodta meg, a rendezvény szervezője ő volt. Régen csináltuk ezeket a nagy pünkösdi találkozókat itt Pécsen, és hát a rendszerváltás után ennek elég nagy hagyománya volt, mert hát akkor még a németeknek is, ha úgy tetszik, kuriózum voltak, jöttek be itten ezrével, a sportcsarnok szinte tele volt annak idején, de hát akkor beindult a vidéken, mindenki megcsinálta a saját pünkösdéjét, hát akkor arról le kellett szokni, mert hát nyilvánvaló, hogy aki helybe elmegy, ugyebár, olcsóbb, stb., nem kell utazgatni. Így akkor mondom, akkor kitaláltam, hogy hát valamit kéne azért megint csinálni, és akkor jött az ötlet, hogy akkor csináljuk egy ilyen karácsonyi koncertet, ami a németeknél hát megint egy eléggé nagy ünnep, ugyebár, és hát elkezdtük akkor ezt a karácsonyi koncertet, sajnos most közbelépett a Covid is, és
két év szünet sajnos, és most akkor folytatjuk megint. Hát én azt hiszem, hogy ez nagyon bejött ez a dolog, mert azt hiszem, hogy egyrészt, hogy nagyon sok jó együttesünk van, tehát zenekarunk, táncsoport, ének, duók, stb., akik nagyon szép koncerteket tudnak adni, és a másik, hogy egy ilyen előkelő helyen, mint a Kodály Központ, ahol aminek ugyebár nagyon jó az akusztikája, stb., hát egy méltó megrendezése ez a karácsonyi koncert a német kultúrának. A pécsi német önkormányzat és az országos német önkormányzat is besegített a program megvalósításába, ami azt jelenti, hogy jelentősen támogatták a német karácsonyi koncertet egyéb szponzorok segítségével, tette hozzá Heil Helmut.